NB2-es női kézilabda csapatunk hétvégén hazai pályán fogadta a marcali együttesét. Az azt megelőző héten Pécset játszottak volna, ám útközben lerobbant a csapatot szállító busz, nem tudtak megérkezni a helyszínre, így azt a mérkőzést egy későbbi időpontban játsszák le. A mostani találkozó vendéggóllal indult, majd rögtön a hazaiak válasza is megérkezett. A következő percekben felváltva estek a gólok, viszonylag kevés kapuba találással kiegyenlített küzdelem folyt. A 24. percben 7-7-et mutatott az eredményjelző, majd a marcali dolgozott ki előnyt, 2 perccel a játékrész vége előtt 7-11 volt az állás. Az első félidő végül 8-12-es eredménnyel zárult. Én többet vártam. Maga a saját csapatomról beszélek most. Úgy érzem, a helyzeteink megvannak, kidolgozzuk őket. Szemben az ellenfélén van egy nagyon jó kapus teljesítmény. Azon kell dolgozni, hogy ez meglegyen. Mind a kettő csapatnál kevesen vagyunk, tehát a játékos ott is rövid a kispad, itt is rövid a kispad. Ráadásul nálunk ugye sérültek is vannak. Nem játszunk jól, tehát ilyen bátortalanok vagyunk, ilyen langymadag játék van szerintem az első félidőben. Védekezésre semmi probléma, most a kapott gól az teljesen vállalható. A lőtt góllal van probléma. Én úgy érzem, hogy 4-5 helyzetet, sima zicsert kihagytunk. A második játék részben mindkét csapat nagyobb lendülettel vágott bele, ám ekkor is a marcali kerekedett felül, az 5. percre 6 gólos előny dolgoztak ki, 10-16, majd 10 perccel a találkozó vége előtt 17-23-at mutatott az eredményjelző. Az utolsó 10 percet hatalmas elszántsággal húzták meg a hazaiak, 24-24-re szépítették az állást másfél perccel a mérkőzés vége előtt, ám végül nem sikerült pontot szerezni. A nagy hajrában 24-25-ös vendéggyőzelem született. Az első félidei támadójátékunk az szörnyű volt, bátortalanok voltunk, nagyon távoli lövéseket engedtünk el, ami a kapusnak igazából könnyű volt. A második félidőben viszont én úgy gondolom, hogy itt a végjáték környékén már sokat léptünk előre, sokat fejlődtünk, látszott a küzdés a lányokon nagyon, nagyon hajtottak, ennek meg is lett az eredménye. A végén még esetleg pontszerzésre is lett volna lehetőségünk, aztán jött egy-két technikai hiba, ami miatt ez kicsúszott a kezünkből. A hévízi lányok jövő hétvégén a Tolna KC otthonába látogatnak el, azt követően pedig Tamásiban lépnek pályára. Következő hazai mérkőzésüket pedig november 9-én szombaton 14 órától játsszák.